Hagyományos módszerrel készül a szilvalekvár, miközben a kemény munkát végzőt mindenben támogatják társai. Humorosan és komolyan, de minden csapat korán kezdte a főzést ahhoz, hogy ízletes lekvárt készítsen. Itt már 7 órakor elkezdődik a munka, ugye mindenki megkapja a nem tudom szilvát, mivel itt abból fől a szilvalekvár, mindenki ugyanolyan szilvát kap, és 7 órától kezdve itt mossák, ciberézik, főzik, tehát mint egy más rendezvényen, más fesztiválon azért ott főleg a mulatási rész, ami ki van emelve, itt azért nagyon sok munkát kell beletenni mind a résztvevő csapatoknak, de mondhatom akár a saját kollégáimat is, mert van munka vele, mire ez a szilvából szilvalekvár lesz. A nem tudom szilva és a szilvalekvár meghatározó gasztronómiai élmény nyújt a környéken élőknek és az ide látogató turistáknak. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint a lekvárban minden benne van, ami a térségben élőket jellemzi. A lekvár, a szilvalekvár az egy ilyen ragadó, sűrű anyag, amelyet, hogyha megkóstolunk, akkor ugye ezer íz árad szét a szánkban, és valahogy ez jellemzi ezt a közösséget és ezeket a kis falvakat, hogy egy nagyon erős massza alkotja őket, akik összetartanak, hogyha nehézség van, akkor még inkább összetartanak, de azért, hogyha kell, akkor egymásnak is segítenek, és így alkotják azt az egészet, amelyre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk itt a Szatmár-Berekben, és hát erősítik azt az identitást, azt a vármegyei identitást, amelynek sok lába van, de az egyik legfontosabb lába, én úgy gondolom, hogy a Szatmár-Bereg, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a lekvárfőző fesztivál, ez már évtizedek óta hagyományként megy tovább, és bízunk benne, hogy sok-sok évtizeden keresztül itt a Kárpát-medence közepén azért még ez a hagyomány, ez még élni fog, és ezáltal az az ősi örökség, amely nagyon-nagyon fontos és szükséges ahhoz, hogy tovább éljünk, az megmarad majd az utánunk következő nemzedékek számára is. Az összetartozás élményére pedig minden eddiginél nagyobb szükség van. A vármegyei főispán szerint a kultúra közösségépítő hatással bír. Én azt gondolom, hogy nem csak az itteniknek, hanem az egész megyének, egy vármegyének egy rendkívül nagy büszkeség az, hogy azokat a hagyományokat, amelyeket nemzedékeken keresztül szüleink, nagyszüleink és az ő felmenőink vittek, ezeket a hagyományokat életben tartsuk és tovább vigyük, és ez az kell, hogy ilyen rendezvények szerveződjenek, úgyhogy nagyon gratulálok itt a szatmárcsekélyeknek, a helyeknek is, meg hát mindenkinek, aki ebben a rendezvényben besegít és részt vesz, mert azt gondolom, hogy egy kiváló alkalom arra, hogy megmutassuk ezeket az értékeket, és ne csak megmutassuk, hanem meg is tartsuk ezeket. A szilvalekvár főző versenyt 23. alkalommal rendezték meg Szatmárcsekén. Nem csak a környékről, hanem a határ túloldaláról, például az erdélyi Kászon településről is érkeztek versenyzők és vendégek.